Ugyebár egy magyar játékos, egy kórai játékosnak mondó kórai játékos játszik a döntőbe. Metropolis Ladder Edition a következő pálya. Gabi választotta ezt is, ezen már nyert egyszer. Nem, egy, pontosan nem. Egy Terran vs. Zerget. Azt hiszem Fénytet verte meg ezen a pályán. Kíváncsiak, mennyi választatosságot láthatunk majd a taktikájában. Solyó választotta. Bocsánat, Solyó választotta. Hát persze, ő veszített, és akkor... Igen, Solyó választotta, igen. Így van, Solyó választotta a pályát. Ugyebár ő ezen egyszer nyert is, ha jól emlékszek, megfogott egy orakülös támadást, egy prox... Nem. Nem, ezen pont nem fogta meg. Pont nem fogta, ilyen pont az ellen, tehát ő nem fogta meg, és igen, és így kikapott a végén rengeteg dolgozó veszteség ellen. Na mindegy, tehát az egy szónak is száz a vége, az biztos, vagy száz szónak is egy a vége, az a biztos, hogy egy piros színekben, Rabbi nyugaton kezdett körülbelül 9 óránál piros színekben Terran játékos, míg fent középen, itt ilyen kicsit másféle helyhatározókat próbálok használni, tehát fent középen 12 óránál protosz játékos, ugye korai protosz játékos, eddig 2-1-re ő áll, és de reméljük ez lassan változni fog. Ugye két oldal, és egyrészt, mert ugye szeretnék, hogy a magyar ugye belehúzzon, és nyilván egy másik pedig, hogy jobban kihúzódjon ez a remek mérkőzés sorozat. Itt olvasgattam itt a kommenteket, és láttam olyat, amin eléggé röhögtem. Itt vagy? Bocsánat, közben csak én benéztem a streamet. Csak lecsekkelted a streamet. Itt olvasgattam itt a chatet, és itt a kommentekben itt láttam, hogy ez egy nagyon kicsi múlik. És akkor múlan, ilyen nagy betűkkel. Tudom, jól, igen, ezt én is olvastam. Nagyon, nagyon durva, nem? Kegyetlen az, aki ezt írta. Ugye ezt megint nem fajal, az Robi G. Azon már múlik ezek, válik, azon múlik ez az egész, hogy igazából mit fog csinálni a kórai játékos. A 833-as játékos, úgy mint James Bond, ugye 007-es, hogy 833-as kódszámmal rendelkezik, simán csinálhatna egy forgétet is. Kíváncsi, hogy makrojátékot fogunk ettől, hát szerintem már magabiztosan mondta, hogy sietnie kell eleve. Szerintem magabiztosan egy jó forgétet, vagy egy alaptart, illetve ezt a orakülőset megint most ez jobb pálya az orakülőzésnek, ugye ez sokkal jobb, mivel... Hát igen, de már a terrenjátékos számít rá, tehát nem fogja elkövetni megint azt a hibát, hogy... Hát majd most máshogy csinálja. Tehát... Ops, a prób elesett. Így, Jan Scout próbunk elesett, most már nem is lesz semmi. Scout, ilyen az ex... Nem az ex, de ex, azért mondom, ilyen az ex, láttam. De a Terran játékos ex, és elkészült a második gáz protosz játékos, de szerintem ő is kikronóz egy... Igen, ez valami forgétszerűség lesz. Nagyon kronózza a gét és a Cybert. Nagyon dolgozik rajta. Közben jön az első gáz, Terran oldalról, és még egy barak, ugye ez a... Hopp, megint a Blinkstalker, jön a Twilight Kenzie, vagy Blinkstalker, vagy DT, tehát Dark Templar, ugye a Dark Shrine-ból. Kíváncsi leszek, hogy mit fog hozni, szerintem a Blinkstalkert fogja hozni, hiszen az előbb is bejött neki, és itt lehet fel Blinken? Nem. Nem itt, lehet. Itt ezen a területen, én azt hiszem, itt nem lehet fel. Nem lehet, nézem a kamerát, szerintem se lehet. Lássuk, hogy van-e proxy pályán, viszont nem indul meg. Meg a Stalkerrel. Kijött ugye a Mothership Core, és nincsen több gép. Nincsen több gép. Expelni fog? Szerintem expelni fog, nincsen. Nem tett le még kettő gétet. Nem, ebből express. Nem lesz vagy, ex. Blink. Blink érkezik. Vagy. Érkezik a Blink közben egyébként, én azt néztem, tehát elkezdte kezdeni a Blinket, és most azt mondja, hogy proxy pályán fog érkezni, de először lerak még plusz két gateway-t, és ez egy 3 gateway Blinkstalker támadás lesz Mothership Core-ral. Hát ez egy nagyon-nagyon kínos, főleg, hogy expert ugyebár Terran játékos nem is számít, bár itt nem lett fel a Blink, csak warpolni fog majd föntre, nem? Pont talán a Rin, nincs benne. Szerintem nincs benne. Nincs. Mit akar itt csinálni? De várj, itt lehet ide föl lehet erre a kis szilitéként blinkelni, nem? Nem, szerintem arra sem. Nem lehet, hát akkor... Akkor maximum itt elől fog innen, az meg bunker, mondjuk ott meg font fölbi még mellette. Oda is érkezik a bunker, számít a blinkre. Van már egy marauder is. Igen, és jön is a bunker. Hoppa. Jó, nem, ilyet nem jártunk.
Ilyet nem, a Marauder, jajajaj, azt se játsszuk, hogy a Marauder-t Marauderre leszedjük. Aj, a figyelni bunker! kell. Oh, az a bunker kell az nagyon nagy javítani veszélyben azt a van ott. bunkert. De jön még egy bunker itt, nagyon biztos sem, hogy a Terran játékos szerencsére tudja, hogy itt. Itt azért a Brinkre nagyon kell figyelni, mindjárt elkészül a bunker, van, hogy készüljön már el. Nem fog elkészül nagyon, de ajj, a hátrahúzás kifókuszálja a Maraudert! Elkészült a bunker, viszont innentől már nem lesz olyan nagy probléma, de javítva is van, és minél elkészül a második bunker is, és jön a harmadik bunker is. Jönnek most a Marauderek. Itt már a bunkerek kell meg fogja ezt tudni fogni szerintem. Meg fog, mert biztos megbírja, csak hogy most lenn nincs sem ennyi egység, és most előről fog menni, jaj! Le kéne minni a fél serege, jó, most már leviszi. Jól, szépen szaturálja a bunkerét. Nézzük még egy bunkert a lentre is. Jaj, nagyon sok az a Blinkstalker, nagyon sok a Blinkstalker, nagyon elblinkel. Javít van a bunker, elblinkel, ennyi. Ott van meg itt az első vagy második marauderünk most már, tehát már volt egy, de ott van egy marauder. Elbújt, nézd meg a rámpa mögé, na most előre jön már azért, hogy jó, itt van ő is. Azért, természetesen, na nézzük. Igen, ott vannak hagyva az SCV-k, hogy lehessen javítani. Így is akkor termelés van a mulokkal, ugye a mulikon kívül, hogy hatalmas termelése van. Ó, előről megy, force field lesz. Ó, de szép force field. Nagyon szép force, az a bunker, ó, mennyire javítja, a mulok is megérkezek javítani, ezen mulik most az egész. Ezen mulik az egész, ó, marauderek föntről, a marine sereg. Hú, a mulok is megjavították, és ezen múlott az egész igazából, a mulok segítségén. Oda jöttek, és egyszer csak elkezdték javítani. Pedig már nagyon, majdnem lángolt a bunker. Majdnem lángolt ez a bunker. Viszont hátulra beblinkelt. A supply elveszik. Steampack is kész van, hoppá, marauderek most kezdik majd előni, az a sebeszű stalker elhal. Nézzük, még egy stalker, time warp. Viszont van egy time warp, és a marauder megmenekült, egy HP van a marauder, azt nagyon gyorsan be kell a bunkerbe. Még egy stalker, nem lesz elég stalkerje most már a... Nem, mindentől nem lesz elég stalker. Ó, jaj, de viszont most jött még négy. Még egy marauder megérkezett közben, gyorsan. Ezt a maraudert ezt nagyon gyorsan be kéne vinni a bunkerbe, remélem észre fogja venni. Egy HP alatt, nehogy már ott megszálljon. Steampack ezt tud használni. Most fel fog blinkelni talán, mert ott odafenn is vannak, tehát ott nem lesz probléma. Jön ugye a Starport. Jön az X most már, és jön az X. Igen, látja, hogy ez így nem fog működni, kénytelen lesz X-ben, viszont folyamatosan pressure alatt tartja. Megvárta a time warpot, figyelj, csak most lett éppen time warpja. Lehet, hogy ezt várta eddig. Most ha van time warpja, nézzük. És közben otthon lerakott egy Templar Archive. Így van, valószínű, hogy High Templar, tehát vagy Arkonok, lehet Arkonthoz inkább, tehát Arkon is jó lehet, nem High Templar. Ó, beblinked és kiszedett egy eszét. Kisznep volt egy eszét, nagyon szép. Ez jó, ez egyesével lesz, hogy az eszéket hány dolgozó volt eddig, meg gyorsan megnézem, 5. 5 SCV, a pedesi bőven megérte igazából, tehát az inkább... Hát viszont 40 a 25. Próbált egy Marauder-t is kisznipolni, de nem sikerült, egy Marine se sikerült most. Hopp, most egy Marine sikerült. Ez így jó, egyes egy szépen kiszedgeti az egységeket. Hát jó, de ez nagyon sok figyelmet igényel. Jó, persze a korai játékosnak akkora APM-je van, mint ide Buda. Nézzük, tényleg nézzük egy APM-et, így Ctrl-C. Nézzük, ohoho, rászimeli. Ó, van egy Steam. Time Warp. De a Mothership-kor. De a Mothership-kor esett. És egy Pylon is. Ez megérte, és a Pylon is. Remélhetőleg lebuktatja, nem, mert még ott van egy proxy pylon. Igen. Ez a Time Warp, ez annyira itt van. Bukott le, viszont jött az első medivek, lelettek szavázsolva a bunkerek, és most megindul. Igen. Szóval a Time Warpot azt látja? Tehát, hogyha lerakott a Mothership Core egy Time Warpot, ott van vision-je? Nem tudom, szerintem ez biztos. Ez egy jó kérdés. Hát úgyis van mondjuk szemlegába ott, tehát igen. Nem bír semmit kisznák. Most a Blinkstalkerek ugye előtték a Blinket, de mindjárt látja a pylont, a medieknek köszönhetően, de nem fordul. Az jó, akkor az meg később. Viszont lassan kész van a Storm. Lassan kész van a Storm, remélhetőleg egy darab hype. Próbálja húzni az időt ezekkel a stalkerekkel, de nem bírja. Igen, muszáj ezt nekik, nincs elég gáz, hogy high templárokat tudjuk barkolgatni. Kettő high templár van ott hátul már. És viszont három medievek. Van Storm, és van is energia a Stormra. Nem, egyiknek van csak. Nem lesz csak elég, hát ez nem lesz elég. Egy Storm, az nem biztos elég lesz, de hát kettő már van, ó, látj, le is szkennelt a hajtam. Most Timelre, ott most a Storm! Timel, nagyon szép, ott egy Storm! Nézzük a másik, ohohoho, milyen Stormok! Egy feedback is még a végén! És nincs energiája healelni, na most lesz, ne nincsen, ne egyszerűen annyi marú, de vagy nem elég. Nem elég egyszerűen, és innentől Rabbi egyszerűen mehet előre. Mert ezt még egy Steam esetleg, már így is már hagyom Steam-es seregnek, még egy Steam-et benyomhatta most, ez az, de még egy Steam! Folyamatosan jön az utánpontás. Ott a GG! 2-2!
0-2-ről visszahozza a meccset per pillanat. 0-2-ről. Robi hatalmas, hatalmas bravúrokat mutat be, ugye itt már előtte a taktikáit, a Protoss játékos nagyon-nagyon néz ki. Ugye volt már Blinkstalker, volt már Oracle, most elég nagy problémában van. Hát igen. Nagyon nagy problémával van most már a Protoss játékosunk. Na és csak mi lesz az utolsó map? A mindent eldöntő pálya itt a StarCraft 2 Core által szervezett utolsó HOTS beta versenyen. Nem is gondoltam, hogy utolsó HOTS beta versenyen, és nézzük milyen szép meccseket látunk igazából, izgalmakkal teli. Ebbe is azért ott az a bunker, hogy a mulok, éppen a mulokon múlott az, hogy meg tudják-e javítani az. Az nagyon nagy, nagyon nagy szerencse volt. Ugye hát a mulok dolgoznak. Nagyon szépen. Ez a gép, hogy ne